És hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, Görbe csatorna. Na, mint látjátok, de azt mondtam, hogy Spin Tyrus, az nagy felé Spin Tyrus, de megmondom, hogy miért gondoltam azt, hogy Spin Tyrus, mivel egy olyan járművet akarok csinálni, amilyen Spin Tyrus-ben van. Egyébként igen, a Beseech-ről van szó, és a legutolsó story mode mapon vagyunk, ami ugye a korai fejlesztésű játékban így elérhető. Ezután már csak a sandbox map lesz. Először elmondom gyorsan, hogy mi lesz a következő részben. A következő részben sandboxolni fogunk, és egy repülőjárművet akarok megvalósítani. Viszont ebben a részben szeretnék megvalósítani egy olyan járművet, ami leginkább egy ilyen offroad gépre hasonlít, és nem kormányozott kerekekkel irányított, hanem középen csukló rendszeren irányított. Egy ilyen nagyon bonyolult kis gépet akarok megvalósítani, és elképzelhető, hogy még egy pótkocsit is fogunk szerelni utána, vagyis külön megcsinálunk egy pótot, amit utána akasztunk, és egy ilyen, gyakorlatilag a pótkocsi, a maga a vontatmány az egy ilyen ostromgép lesz, maga a vontatmány lesz az ostromgép, előtte meg egy ilyen marha nagy izmos kis traktort fogok összehozni, ami tényleg megpróbálom egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frankóra megcsinálni, remélem, hogy menni fog. Na, az a lényeg akkor, hogy csinálnunk kellene egy vázat, de érdekes lesz, mivel ilyet még nem csináltam. A lengés csillapítókkal akarom a kerekeket felszerelni, úgyhogy gyakorlatilag nem tudom, hogy ez hogy fog működni. Először csináljunk egy vázat. Így. Így. Aha. Gyakorlatilag azon gondolkozok, hogy akkor lehet, hogy kettő különálló vázat kell csinálnom, amíg lengés csillapítókkal kapcsolódnak. Ugye. Nem tudom, hogy működik ez a lengés csillapító egész pontosan, úgyhogy most ki fogom próbálni. És akkor ide, erre kerülnének a kerekek. Most, hogyha én erre rászerelem a kereket, akkor nem-e fordul ki. Először is arra vagyok kíváncsi, hogy nem-e megy, nem-e csesződik szét ez az egész. Ja igen, túl közel vagyunk már a széléhez, ennyire? Nem, jó, oké. Okay. Nem, ez teljesen jól működik, úgy látom. Jó, oké, akkor nem lesz ez rossz. Na, akkor ez a stratégia, ez így jó lehet. Akkor építsük tovább a szerkezetet. Valahogy, hogy jól is nézzen ki, úgy kellene megvalósítani igazából, de az elsődleges fontos dolog az, hogy nagyon használható legyen. Jó, itt még egyet rakunk. És ide kellene nekem egy ilyen fordító berendezés, arra gondoltam, hogy ezzel oldom meg, megnézzük, hogy ez mennyire lesz használható. Nos. Én azért rakom, építem ide, mert ide lesz a pót. Amin a póton igazából csak az ilyen olyan berendezések lesznek, ugye, amikkel ostromolni fogom a várat. Ugye egy egész várat kell most itt disztrojolnunk. Na gyerekek. Hoppá, hoppá, hát ez már egy kicsit túlzás lett volna. Elnézést, azt hittem, hogy átkattintottam erre. De nem. Na gyerekek! Van egy nagy ötletem. Úgy. Úgy. Leginkább most csináltam nemrég egy Spin Tyrus videót, amiben egy ilyen kiközelítő járművet készítettem, és arra akarom megcsinálni, vagy ahhoz hasonlót szeretnék csinálni. Most arra döbbentem rá, hogy ez tök jó lenne. Így valahogy. Meg akkor ide is kellene egy... basszus. Annyira izé kapkodok, fejemben vannak a tervek, meg így folyamatosan állnak össze, aztán most egy kicsit ilyen kapkodós ez a dolog. Nézzük, hogy... Így. Ez az. Lengés csillapítót azért akartam, mivel tényleg egy ilyen offroados belda hatását keltse. Lengés csillapítókon lehet, hogy fogok majd állítani, hogy egy kicsit... Nézzük meg valamit. Aha, ez nagyon jó lesz, nagyon jó. Csuklik középen, tökéletes. És akkor mi jöhetnek a többi kerék, azok is jó szélesek legyenek természetesen. Ezekben nem vagyok biztos, hogy ezek nem érnek össze ezek a kerekek. Lehet, hogy ezek egy kicsit közeliek. De akkor elég bután adották meg, hogyha pont így lehet berakni, és akkor össze is érnek, nézzük. Hoppá. Aha, azok szerintem összeérnek gyerekek. Nagyon így kapkodják egymást, főleg a lengés csillapítóval megállva, ugye. Ó, basszus, de kár. De nagyon sajnálom. Nem. Nem jó, de a lengés csillapító marhára nem tetszik. Tök hülyén néztek ki. Igazából nem azt a formavilágot adják a gépnek, amit én
így elvárnék. Ez miatt a lengés csillapító dolgot kihagyom. Ehelyett inkább tényleg egy ilyen rába steiger-szerű járművet szeretnék megkreálni. Milyen? Valami nagyon széles legyen inkább, ne ilyen magas vacak, ez nagyon gázos, gázol nézett ki. Inkább tényleg egy ilyen jó széles kerekek. Lehetnek ilyen négy szélesek simán. Oké. És akkor ide jöhet a csuklós szerkezet, ugye? Inkább legyen egy kicsit masszívabb, legyen egy kicsit ilyen tömzsibb az egész gép, ne legyen ilyen... Ilyen furcsa volt az előbbi. És akkor ide is megnézzük ezt a négy kereket. Négy. Basszus, ez elég kemény lesz. Ah, tök jó. Nagyon jó forró. Wow. Jézusom, igen, a katonákkal nem lesz gond, úgy látom. A megölésükön. Az a baj, hogy így összeérnek a kerekek már. Aztán ilyenkor így szét tudjuk magunkat veretni. Jújjújjúj, nagyon durva. Basszus. Jó, hát ez egy kicsit extrém. Nem tudom, nem tudnék konfigurálni ezen. Az a baj, hogy gyakorlatilag annyit tudunk konfigurálni, hogy milyen gombbal működjön. Ez a probléma, pedig nekem nem az kellene. Hanem igazából az, hogy... És ezen mit lehet? Aha, ez csak infót ad. És ezen... Aha! És a sebességét a keréknek, uramisten, még azt is be lehet állítani. Gyakorlatilag ennél gyorsabbra is lehetne állítani a kerekek forgási sebességét. Na hát ez kemény. Na jó, oké. Szerintem így az alapkoncepció egész jó. Akkor csinálok egy ilyen vászszerkezetet neki, hogy valahogy mégis kinézzen ez a jármű, és nézzen ki úgy, mint valami terepjáró-szerű képződmény. Vagyis nem is tudom, nem terepjáró, hanem valami traktor-szerű dolog. Úgyhogy az miatt egy ilyen vászszerkezetet azért kialakítok neki. Igaz, hogy ez majdhogy nem fölösleges, de meg fogjátok látni, hogy mi lesz. Hogy lesz. Ó, mit műveltem ide? Ez mit? Mit keres itt ez a valami? Ez. Viszont most már mehet ez. Így. Nem hiszem, hogy baj lenne, hogyha nehéz lenne. Mivel azért elég kemény az a gép. Vagyis elég sok kerék van rajt, meg minden. Nem tudom, nem hiszem, hogy gond lesz azzal, hogy sok vasat használok. Na, végre sikerült elmondanom. Jó, megeresítjük. Hátulja az jó, ilyen lecsapott lesz. Jó néznek ki ezek a kerekek. Így valahogy megerősítem. Aha. Ah, igen, azért a középső elem, az a csuklós szerkezet, az nem annyira stabil, azt tényleg, hogy eléggé így nyeklik-nyaklik. Ha meg látom, hogy mi a probléma, ez a kettő, ez nincs összekapcsolva, az is elég hülyen mozog. Itt összekapcsolom meg akkor már a másik oldalon is. Így. Basszus! Emeli az elejét. Amikor elindul, emeli az elejét. Nagyon kemény. Na jó, oké, akkor ez szerintem mondhatni, hogy kész, bár itt még egy kicsit jó lenne, hogyha szélesebb lenne, olyan pofásabb lenne. Így legalább az első szekció. Tényleg a kinézetre is akarok menni, igaz, hogy ebben a játékban nem a kinézet számít, de akkor is, hát akkor már legyen valami extra jó, én kinézve kis Verda. Ja, ide. Így. Jó. Így, ahogy szerintem. Basszus, nagyon durva. Nagyon durván megy. Jézus Mária. Nagyon-nagyon keményen megy. Jó, oké. Kész van. Na, akkor a traktor rész az megvan. És a traktor részt az valahogy úgy kellene megoldanom, hogy én ezt tudjam csatlakoztatni majd a pótkocsi részhez. Tehát akkor azt úgy kellene megoldanom, hogy ide kellene raknom egy olyat, hogy ilyet akartam, csak ezt miért nem lehet elfordítani? Nem lehet valahogy elfordítani? Úgyhogy ne így legyen, hanem... Ez micsoda? Ez mi? Ez forog? Ez miért forog? Ez ilyen szabadon forgó. Ez egy ilyen szabadon forgó dolog.
Gyerekek, megvan a megoldás. Ajaj, 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 ajaj. Kitaláltam valamit, pedig tudom ezt húzni eddig. Oké. Mi lenne, hogyha egy nyerges vontatmány lenne utána akasztva? Azért az úgy elég baba lenne, nem? Nekem az tetszene, nektek nem tetszene? Nekem nagyon tetszene, úgyhogy egy kicsit itt módosítunk a dolgokon. Ezt kitöröljük, ezt is... Hogy basszus, hogy mindig nem jót törlök. Mit töröltem most? Jó, akkor most itt ezt egy kicsit kiberedem ezt a felső részt, vagy a hátsó részt. Mit töröltem? Semmi nem tűnt el olyan? Elvileg működik. Jó. Akkor ide felrakok egy ilyet. És akkor ezt is letörlöm innen. És akkor gyakorlatilag egy ilyen nyerges dolog lesz. Erre rákapcsolódik majd a következő anyag, ez. És akkor innen, meg így, hátrafele. Ez az a nyerges vontatmány rész. Na, hát ez egész jó lesz, egész kellemes. Tök jó gyerekek, jó, hogy eljöttünk. Hogy ilyen lehetőség is van. Basszus, egy izé lesz, egy ilyen nyerges vontatmány. Nagyon tuti, nagyon tetszik. Basszus, ez nagyon jó. És akkor ez teljesen szabadon forog, ugye? Ez marha jó. Csak az a lényeg, hogy akkor legyenek itt még. Egy kicsit ki fogjuk szélesíteni, vagy ez túl közel van, ez túl közel lesz. Ez a baj, hogyha túl közel van, akkor ugye neki fogok. Mondjuk nem volt ez túl közel, nem? Így. Így. És akkor erre csinálunk egy ilyen vászszerkezetet. De még mehet egy? Jaj, de jó. És akkor erre lesz a kerék. Nem tudom, hogy ezt a kereket ide rakhatom, mert azért most ezt próbálgatom. De ezt lehet, hogy ah, igen, itt már nem engedi a kereket. Nem gond. Csinálunk egy ilyen komplett pótkocsi-szerű dolgot. Úgyhogy ezt itt most elkezdem. Így. Egy ilyen komplett ilyen vontatmány lesz, és akkor ezt fel fogom szerelni kerekekkel. És akkor ezen lesznek a... Hát ez nagyon marha jó lesz, gyerekek. Ez tök jó, hogy ezt kitaláltam. Ide. Ez így, aha, ez így jó. Nézzük meg, hogy ezt... Az a baj, hogy ezt meg kellene csinálnom, hogy ez nem hajtott kerék lesz. Hú, basszus! Ajaj, egy kicsit nehéz... Nehéz a dolgom. Mivel ezt, ugye, középen csuklik, és úgy kell irányítani, meg még van rajta egy ilyen nyerges vontatmány dolog. Ezek a hülye katonák ne lennének itt az elején. Na jó, már jó lesz ez egyébként. Frankul lesz, csak itt egy kicsit még kell finomítani majd rajta. Azt hiszem, hogy én nem vágok ide több kereket, hanem csak kettő. Hátulra nem kell ennek több kerék. Teljesen jó, merev lesz anélkül is. De viszont ezeket ki kell kapcsolnom, hogy a hátsó kerekek hajtsanak, ne tolják a gépet. Úgyhogy itt ezt meg kellene szerkesztenem. Speed. Hogyha ezt itt lekapcsolom, akkor elvileg nem hajt. Remélem, hogy ez úgy lesz, és nem az történik ugye, hogy akkor nem is egy fékezve van, mert az meg marhára nem lenne jó. Lehúzom őket, és akkor megnézzük, hogy mi lesz akkor. Oké, jó. Akkor nézzük. Hát, így meg gyakorlatilag az van sajnos, hogy így húzza, így fékezve vannak, de végül is annyira nem gond, inkább most akkor feküdjünk rá a merevítésekre, és szereljük fel az ágyukat, meg az ilyen dolgokat. Jó, merevítés. Először merevítsük le itt ezt az első dolgot, ezt az első jármű, mint a vontatót. Mert közben ugye elcsesztem itt a merevítéseket, nagy vehemensen. Úgy. És akkor igazából ide is rakhatnék egyet. Meg úgy ide is. És akkor már kapásban ugye merev az eleje. Hú, az ketté tört a izé. Ja, az miatt ugye, mivel... nagyon gáz, hogy ezek a kerekek ilyen. Ilyen nem lehet normálisan beállítani, hogy ne hajtsanak ugye. Akkor mit tudom, én állítom egy 60%-os hajtási sebességre, és akkor ugye mindenképp az elejé fog húzni. Ez meg azért forog, de mégse. Mégse olyan gyorsan. Na nézzük.
Jó, oké. Nagyon tudik. Fú, basszus. Fú, basszus. Merevítés. Merevítés dolgok. Én itt ezt visz, végig merevítem szerintem. Így mindenképpen összekötjük. Nem tuti. Meg szerintem így minden együtt. Helyez. Nagyon szuper, jó merev lett. És akkor ezeket kellene szerintem megint csak végig mereveníteni. És azt így csinálom, hogy én minden együtt végig merevítem. Hogy jó, tényleg egy ilyen frankó jó erős legyen. Így. Ez az. Hát ez nem sokat adott a merevségre. Mindig egy kicsit olyan. Ah, jó, de nagyon-nagyon-nagyon nem merev. Azokat a katonákat valahogy el kellene távolítanom itt előttem. Én lehet, hogy csinálok a gépre majd egy ilyen lángszórót az elejére, vagy pedig ilyen körfűrészeket, amik egy kapásból kinyírják, de azt megcsinálom, és megnézzük, hogy a katonák meghalnak-e, és utána a vontatmányra pedig felszerelünk izét, ágyukat, meg ilyesmiket. Nézzük, milyen fegyverrel lehetne eltávolítani ezeket a szörnyszülötteket itt. Lángszóró lenne jó, szerintem én nagyon-nagyon szavaznék a lángszóróra, csak kellene akkor egy platformot kialakítanom neki, amire felszerelem. Így az elejére rakhat. Hoppa, hoppa, hogy már nem lehet. Jó. Hátra nem tudom mondhatni, vagy vinni egy kicsit a kocsit. Lehet, hogy egy picit még engedi. Úgy, de nagyon nem mi. Nem engedi már. Túl nagy. Túl nagy a dolog. Ide meg ide rakom, aztán akkor darálja a kerék, mi? Nem, ott még nem éri el. Aha, ott még nem éri el. Jó. Akkor ide kell raknom valamiket. Így valahogy. És akkor kettő darab lángszóró elvileg ide már ráfér. De nagyon nem. Hát, megvan a megoldás. Megvan a megoldás, ezeket kitörlöm innen. Basszus, túl nagy a gép. Az a gond. Gyerekek. Ez a nagy problémám, hogy ez a... Nehogy már! Eddig elfértünk! Ne viccelj velem! Hey! Szülyeség, eddig elfért! Na jó, most... Most összeszivatsz? Jó, oké, most elfért. Nem tudom, mi köze volt hozzá. Na! Lángszóró. Felszerelés. Nekem itt tetszene. Csak ezt valahogy úgy kellene. Miért felfele nézesz? Uramisten. Na mindjárt. Egyszerű ez a game, hogyha komolyan veszi az ember, meg ilyen komplettebb, vagy ilyen összetettebb szerkezeteket akarsz építeni, azért akkor rá kell feszülni keményen. Jó, az ágyút azt mindenképp csak így tudom felrakni, ezt meg mindenképp így, ugye? Aha. Ágyú az még nem jó, nekem nem kell ágyú. Nekem mindenképp izé kell lángszóró. Ezt még... Aha. Ha ide nem engedi, de így már engedi. Az a jó, hogy nincs megszabva, hogy mennyi anyagot használhatsz. Az egy tök halálos dolog. Négy. Jó, ez így jó. Kicsit magasról lejtem le egyébként, az is gondám vele. Nem tudom, hogy ez így nem -e, nincs -e magasan ez a lángszóró. De majd mindjárt kiderül. Mivel kell... Jaj, ezt meg kell néznem. Y-nal, jó, oké. Nézzük. Hát, túl magasan van. Túl magasan van. Úgyhogy egyen lejjebb kell raknom. Na. Legalább valami lesz talán. Kezd alakulni. Lángszórókat ledobjuk. Egyen alacsonyabbra. Csak nehogy saját magamat gyújtsam fel, mert az meg frankó lesz. Blokk. Blokk. És akkor lángszóró. Ha itt meg a merevítéstől nem fér el. Na mindegy, ezt a merevítést kikapom, meg a másikat is. És akkor elvileg elfér a lángszóróm, ugye? Ez itt tök jó. Csak teszt. Jó, ez így jó lesz. Ez... Csak igazából ugye tolatnom kell. Na. Csináljunk egy konkrétabb tesztet, úgyhogy most lerakom. Lejjebb is vihetném azt, akkor nem innen fentről dobja a szegény járművemet.
Menj lejjebb. Hamangeri lejjebb, jó. Oké, akkor tolatás és Y. Ja, hogy kigyullad a saját gép, mi? Kigyullad a saját, kigyullad a saját járművemet a lángszórótól, amivel így eléri elvileg. Hát ekkora hülyeséget, ami el se éri. Egy hülyeség. Na jó, mindegy. Ő tudja. Ágyú meg. Ágyú meg igazából semmire nem jó. Úgyhogy inkább akkor mit? Bombát? Bombát aztán így leesik. Mi történik? Ó, oh, passzus. Hát ez a legjobb, nem? Így végigég minden. Nem tudom, mit csináljunk gyerekek. Találjátok ki. Mit csináljunk ezekkel a rémekkel itt? Vagy pedig körfűrészek? Csak az a baj, már nem tudok körfűrészt rakni ide. Elütjük őket a francba, nem igaz? Jó, oké, akkor nem foglalkozunk azzal. Inkább csináljuk akkor meg a várnak a, az ostrom gép, vagy az árnak az ilyen ostromához szükséges ágyukat. Amik igazából nem lesznek egy túl bonyolultak, én nem akarom most ezt már tényleg túl bonyolítani, hanem annyit csinálunk, hogy csinálunk egy ilyen platformot. Nem a francot nem bonyolítjuk ki túl. Annyira nem bonyolítom túl, ígérem, de kitaláltam valami nagyon túti dolgot. Kamera leszetet nyomunk, mivel ez mindig így beszívott minket. Na. Kitaláltam egy tuti dolgot, gyerekek, ne haragudjatok, de már megint egy kicsit itt tizelni fogok. Aha. Ez itt nem is kell, hanem erre építhetnék, hogyha tudnék. Tudok? Tudok. Jó, de jó. Oké? És akkor van nekem olyanom. Ez. Ez kell nekem. Ide beteszem. Meg beteszem ide is. És akkor még kellene... Ilyen. Így. Azt meg ide. Nem! Nem engeded! Jó, hogy így már nem lehet. De nagyon ciki. De nagyon ciki. Na mindegy, akkor nem, akkor máshogyha kell csinálnom. Nem hiszem, hogy néha különben ilyen tök hülyeségeket csinálod a dolog már, mint... Most például miért nem fér el, eddig elfért, nem, nem is vittem odébb. Hülye vagy egy olyan. Most abszolút ne, ugyanott vagyok. És most nem engedi. És hogyha ez megszívott, akkor nagyon ciki lesz. Egy hangyányi módosítással is szivat. Komolyan mondom, ez őrület. Nem engedi, nem értem. Egész eddig nem volt vele semmi baj, gyerek. Most mit töröljek ki? Most mi az, ami mi zavarja? Ez zavartad, nehogy már. Hát komolyan mondom, hát ekkor egy fail dolgot. Na jó, akkor újra tervezve. Akkor nem oda építem, hanem ide kell építenem. Hát ez nagyon ciki, pedig nem úgy akartam. Na mindegy, ez van. Sajnálom. Kicsi a hely. Én gondolom ezen még változtatnak el esetleg majd a készítők. Hát jó lenne. Na oké, akkor... Ez így jónak tűnik. Ennek a forgás irányát kell majd változtatnom, és akkor jó, hol vannak a fegyverzetek? Fegyverzetek? Ja, ez nem az. Nem arra néz, nem arra néz. Így. Így. Ujjjjj. Ez eddig jó. Viszont ez a, ennek a forgás iránya... forgás irányokat kell módosítanom, ezt kell átalakítanom. Ami ugye plusz és mínusz lesz. A lényeg, hogy plusz, mínusz, és a másikat, azt meg fordítva kell alakítanom. Ezt meg mínusz és plusz. És akkor elvileg most ez működőképes lesz, hogy plusz és mínusz, aha, így tudom állítani ugye az ágyukat. Nagyon tudni, és jönnek a katonák ezerre. Nem gond, egyáltalán nem gond. Nagyon tudni. Nincs semmi probléma. No probléma. Kell egy kicsit merevítenem itt a dolgokon, mivel úgy látom, hogy kicsit mereftelenek vagyunk. Így. És a másik is úgy belóg, mint az atom. Itt is kell merevítenem.
Mindent mindenhez kell merevíteni, különben lóg mind az tejénen a gatya, vagy nem tudom, mit szoktak mondani. És az úgy áll az inkább, mint a tejénen a gatya, ugye? Az nem lógni szokott. Kamera reset az egyik legjobb dolog ebben a játékban. Úgyis, hogy megtereli a gépet? Amikor leteszem, akkor én minden. Az egész gép elkezd izélni, hörögni. Na, hogy egy kicsit merevíteni. Ugye folyamatosan minden egyes blokkhoz fizikát számol. Ha itt sokkal jobb. Jó. Ha, de még így is iszonyatosan megterheli a gépet. Nagyon durva egyébként, hogy ennyire ilyen terhelés kap a gép. Úgy, és még akkor ide. Na jó, hát ez így már egész kellemes. Mondjuk ide még rakhatnék egy kis merevítést. Az az igazság, hogy ugye minél több a merevítés, az meg viszont a súlyt növeli atomra. És a falkatrészek attól még falkatrészek maradnak, hogy meg is merevítem őket, kaphatják ugye a festet. Na, ezt a kettőt össze tudom kötni, az meg ugye nagyon jó lenne. Ó, ez az, erre gondoltunk. Nagyon tuti. És még akkor esetleg valamit még csinálhatnak. Na, jó, kész van a verda, nagyjából. Itt ányú dolgokban még gondolkozok, hogy igen, erre gondoltam. Ez nagyon tuti. És így. És akkor kész van az ágyú, a plusz-minusszal én tudom állítani, hogy hol jöjjön. Közben futnak ide a katonák. Jó, nem gond. Nagyon jó. Ez így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon baba. Így gondoltam az egészet, nagyon tetszik különben, tényleg marhára tetszik. Tök jó. Nem azért, hogy most nem akarok elfogult lenni ez ügyben, de nekem most így most nagyon bejön. Még lehet ezt fokozni? Lehetne ezt fokozni, gyerekek? Lehetne? De, hogyha lehetne, akkor próbáljuk már meg, hogyha lehetne ezt. Ez brutál lesz. Ezt érzem, gyerekek, ez nagyon-nagyon durva lesz. Ágyú hátát. Úristen, ez brutális lesz. Na hát, ez nem viszi szét azt a kecót, akkor semmi, gyerekek. Viszont körülbelül 10 FPS-re zuhant le a játék. Nagyon jó. És sajnos tényleg, szerintem még a végén ki fogom fogyasztani ezt az egész játékot, annyira sokkot kap. Ez volt tökéletes befejezés ennek a mondatnak, ugye? Na nézzük! Viszont ez az ágyú szerkezet, meg ez, hogy itt utána van akaszva, ez szerintem rohadt jó. Tetszik. Jó, de jó. Na, akkor! Nincs más hátra, mint előre. Nézzük, hogy mivel lő az ágyú. Azt hiszem, igen, C-vel. Jó. Akkor próbálkozzunk meg egy kicsit, így zörgetem a székemet, felülök. Beakasztom, hogy ne zörögjön annyira. Nézzük, hogy mi történik. Először is próbáljuk meg. Nagyon nehéz. Emeli az elejét a gép. Az összes katonát próbáljuk meg kicsinálni, mivel szétverik az egész. Ó, bazz, 10 FPS-en vagyok, és ez nem jó. Nem akarom, hogy szétessen a gép. Szétesett a gép. Á, nem jó ez, gyerekek. Jó, valahogy a katonákat ki kéne csinálni. Jó, valahogy szerencsésnek kell lenni igazából a katona kicsinálása szerintem. Jó. Nem tudom, hogy sebeznek ezek, vagy mit történik, vagy működik ez az egész. Az ágyú, ez mit keresett az elején a gépnek? Az elején, ja, ez mit csinál ez az ágyú? Miért van ott egy ágyú az elején? Az ott a Gixer, hát nézem most. Hát mit csinál ez az ágyú itt? Na nézzük. Katona kicsinálás. Katona kicsinálásban mázli van akkor. Ó, de nagyon nem fekszik nekem ez a járműirányítás. Nagyon gáz, hogy ilyen csuklósra csináltam azt a gépet. Még lenne időm átszerelni, de most már nem akarom. Fuck shit. Nem jó, el kell fordulnom arra, és akkor így talán többet ki tudok nyírni. Valahogy vissza kéne tolatni, de iszonyat nehéz ezzel tolatni ezzel a géppel, gyerekek. Hogy ki kéne csinálni katonákat, azt akkor nyugi lenne. Most kezd, jó, oké, most egész jól állunk, nem nagyon akarnak meghalni. A tolatással meg vigyáznom kell, itt cseszegeti egy a hátulját. Jó, oké. Egy darab van. Ne haragudjatok a lag miatt, de szerintem ez kicsit turva lett ez a jármű, aztán ez miatt. És vannak problémák. Jó, egy darab katona van, ugye? Jó, nézzük, hogy mi a helyzet. Ide kellene mennem most a várhoz. Az egy darab katona mit csinál ott?
lopja a kereket, vagy benzin, vagy nem tudom mit. Ott, és ott is egy katona. Halljál meg! Na nézzük. Ugye egy lövésem van, az a probléma. Jó, végre. És körülbelül 10 FPS-sel megy a játék, és miért nem tudok előre menni? Miért nem megy ez? Mi? Van valami előttem? Hogy mi történik? Ezek a katona tetemek, ezek nagyon-nagyon szívósak. Igen, és rohadt nehéz az egész hú belebanc. Gyerekek izében rájöttem, nem lehet tolatni. Hogyha kombináljátok a nyerges a középen csukló vontatóval. Ez nem tudom, ezt hogy csinálja meg ember, de most például, hogyha erre fordulok. Nehogy kettőtől középen, most például egyenesen megpróbálok hátra tolatni. Jó. Ezek a tetemek, ezek nem eltűnhetnének, hogy valami történhetne velük, mert ezzel van a nagy probléma. Nem akar elfordulni nagyon. Mivel ugye az eleje megemelkedik abban a pillanatban, amikor nyomok egy kis gázt. És ide fordulok, és megakad a tetemekbe. De próbálom fordulni, hogy ráfordíthassam az ágyúnak a csöveit. Mert ugye sajnos hülye voltam, mivel megoldhattam volna azt, hogy az egész... jó, oké. Kicsit hátrébb, túlságosan előre jöttem, ugye? Kicsit hátrébb. Hogy a csöveket tudjam fordítani oldalra is, ugye már csak lefelé tudom most egyelőre. Mondjuk egész jó ez is. Jó, és akkor el kellene sütni. Várjátok, hogy elsüssem, ugye én legjobban. Na, akkor. Hú, júj! Basszus, elrántja az egész szerkezetet. Jaj, ne! Fel fog borulni a kocsi. Basszpek, ki volt ez a hülye? És jobban nem tudom elfordulni, mert feszül az alja már. Jó, ez nagyon durva. Most képzeljétek, aki a várban van így. Hey! Joe! Jönnek, lőnek! Itt vannak a törökök! Na, lőjük egyet? Nem tudom, hogy mennyire fog ez működni egyáltalán. Hát lőjünk. C-vel, ugye? Meg hogyha készüljetek fel, hogy esetleg így szétrobban a kép, és vége a videónak, az azt jelenti, hogy kifagytunk. Na, C. Anyád! Nem hiszem el! Hát ez nem történt semmilyen várral. Mi volt ez? Ne! Ez nem hat rá! Mi volt ez? De ez nem hatott. Nem hatott. A magam alá lövök, gyerekek, ezt figyeljétek. Hát ez nem jó! Ó, én hülye! Nem volt a... Nem volt a várra ez a valami. Hoppá! Felborult! Ó, és innen még tudok tüzelni, nincs semmi probléma! Na, fordulunk. Még elsüttöm, és egy darab ágyú arra. És egyik sem. Nem jó, gyerekek! Nem jó koncepció! Mivel ez nem volt a várra. Ez az ágyú. Most ugye jó közel megpróbálunk beállni. Így. Így, és akkor most ráfordulunk. Ne arra úgyatok, akad mind a disznó. Komolyan. Na jó, oké, nyugi van. Ilyen közelről így elsütöm ezt. Ne! Most is betaláltak, ott pattogtak, mint a gumilabdák. Hát ezt nem lehet felrobbantani, basszus, ezt a várat ezzel. Ide robbanóanyag kell. Ide tudom, hogy mi kell a gyerekek. Egy bombázó. Komolyan. Egy repülőgép, vagy egy pedig egy helikopter, ami bombát fog dobni erre az épületre. Igen, a következő részben ez lesz. Ez most fajn volt, pedig marha jól megépítettem szerintem ezt a szerkezetet. Viszont a 7 FPS az nagyon, nagyon durva. Na, jó, nem húzom tovább az időt, köszönjük, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett a gameplay, akkor dobjatok egy lájkot azért, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Köszi, sziasztok!